Kiállításon mutatják be a kéthetes képzőművész táborban készített alkotásokat. A tárlatot augusztus 4-én nyitották meg a Közösségi Házban. Tótné Gáspár Mária pedagógus immár 18 éve szervezi meg nyaranta képzőművészeti táborát. A kétszer egyhetes táborba összesen 27, főként általános iskolás gyermek vett részt, de a képzőművész palánták között volt óvodás is. Ez itt valahogy a művészetek találkozása. Népművészet, nagy-nagy művészek, mezőkövesdi művészek, munkáiról is vannak vázlatok, egyetemes művészet történetet is bele-bele kóstoltunk, építőművészet. Itt majd a zárszóként esetleg fölhívom a figyelmet arra, Makovec tervezte díszletek, építészeti elemek megjelennek üvegfestésben. A gyerekeknek így lehet becsenni nyáron nagyon szépen, ötletesen játékos formában azt, hogy tényleg micsoda értékeink vannak. A gyerekek a tábor során számos technikával dolgoztak, alkottak. Volt formázás agyagból, ki is égettük, festés, rajz, grafit kidolgozás tanulmány jelleggel, pasztel, szép porpasztel képek keletkeztek tájról, akvarell, nyomatok is jöttek létre, akvarelles nyomatok játékos formában, monotípia, az is színes monotípia, színes nyomdafestékkel, üvegfestmények, krétarajzok is voltak, különböző helyszíneken tollrajzok is, tehát sorban, a két hét alatt változatosan. A tíznapos tábor munkáiból augusztus 4-én nyílt kiállítás a Közösségi Ház aulájában. A megnyitó elején a résztvevő gyerekek a nyárról, a vakációról szóló versekkel köszöntötték a közönséget. Ezt követően Molnár Istvánné önkormányzati képviselő, az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának alelnöke nyitotta meg a kiállítást, aki beszédében méltatta az évről évre népszerűbb tábort, ahol tartalmas, kalandos és változatos programokban lehetett része a gyerekeknek, akik lelkesen alkottak, és munkáikkal, festményeikkel lenyűgözik a látogatókat. Molnár Istvánné azt is kiemelte, büszke arra, hogy városunkban ilyen sok tehetséges fiatal próbálja őrizni értékeinket. A gyerekek munkái október 5-ig tekinthetőek meg a Közösségi Ház aulájában.